Sziasztok, Joy lányok! A 2014-es év egyik legnagyobb slágere és az én személyes kedvenc trendem a különböző színű szemhéj tusok és ceruzák, és ezt fogom nektek bemutatni egy rövid videóban, hogy hogyan tudjátok a legegyszerűbben és leglátványosabban használni ezt a színes, én szemceruzát fogok használni, nem tust, méghozzá egy ilyen gyönyörű türkizes színnel, ez egy vízálló szemceruza, ez elég praktikus, hogyha ezt a sminket készítitek el, tehát ajánlom a vízálló verzióját. Tehát van rajtam egy pici alapozó pír és szempillaspirál, és a szemceruzát ide a belső vízvonalra felviszem, illetve egy picit a szempillák tövét is megerősítem ebben, majd picit elsatírozom egy fülpiszkálóval. Ugyanezt a másik szemen is, és csak úgy jelzésértékkel sokan megijednek a színhasználattól, de hogyha ilyen finoman és szépen eldolgozva használjátok, akkor nagy hibát nem tudtak elkövetni. Hogyha erre a szemceruzára egy megegyező színű szemhéjfestéket használtok, és ezt egy ecsettel belenyomkodjátok a szemceruzába, akkor nem hogy tartós, de sokkal intenzívebb lesz. Itt is szebb, hogyha óvatosan elsatírozzátok a széleket. De tényleg csak egészen óvatosan. És hát ehhez a hangsúlyos szemhez egy igazán nude szájat fogok készíteni egy rózsás színű ajakápolóval. És ez így tökéletes, ahogy van. Ez az egyik személyes kedvenc sminkem, amit én is nagyon gyakran szoktam egyébként viselni. És kész is. Gyors és nagyon látványos.